szándékosan akarata lehet a józan eszünket megtartani, hogy kezdjünk el körül tornáztatni, és gondolkozni, és olyan emberekkel beszélgetni, és látni, akarni, egyáltalán a gondolkodás képességet megtartani, az értelmezés képességét megtartani, mert egyébként konzumidióták leszünk, akik bármit megeszünk, amit adnak nekünk szellemi tápláléként, és elmondják, hogy milyen volt a régi idő, mindenki milyen szörnyen élt, mindentől el kell felejteni, most az az új dolgot, amit ők mondanak, azt kell szépen megtanulni, vissza kell mondani, hogy de jó, de szép minden, mert nem gondolkozunk, mert nincsen amihez viszonyítani, ezt csak akarattal lehet megtartani. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, Bedő Imre vagyok, és ez itt a Férfiak Klubja mentor csatornája azoknak, akik az értékrendjükben és a világlátásukban egyszerre szeretnének megerősödni. Ennek a csatornának a közössége is és a célkitűzése is arról szól, hogy próbáljunk egyfajta edzést elvégezni. Azért, hogy a gerincünk is meg tudjon erősödni, ugye átvitt értelemben, az értékrendi kérdéseket, amiket a nagyapáinkkal, dédnagyapáinkkal nem tudtunk átbeszélni már, vagy ők maguk is a városiasodás során elhagytak, azokba hogyan tudunk ismét egyfajta gyógytornával újra egyfajta erősödési folyamatnak alávetni magunkat. És a látásmód is kell, mert hiába lesz értékrendünk, ha nem igazodunk el, és az igazságkeresése egyre nehezebb ma. Tehát ezekkel a dolgokkal foglalkozunk itt a csatornán. Köszöntünk téged, hogyha új vagy, és köszöntök minden régi nézőt, és nagyon örülök annak, hogy egy hajóba elvezünk. És ez egy értékrend, egy kemény kör, tehát gondoljunk bele, azért akarom most megdicsérni egy kicsit a csatorna rendszeres nézőit, benneteket, mert könnyű olyan nagy csatornákat építeni, ahol aktualitásokról, hírekről, celebekről, a háborúról, az éhínségről, és ha nem tudom miről van szó, mindenki aktuálisan lázban tart, de a megerősödés csatornáját nagyon kevesen választják, és azok a nagyon kiválasztottak, akik tudják, hogy csak így lehet, hogy akarod ezt csinálni, és szembe akarsz nézni a dolgokkal, és előre akarsz menni. Egy kicsit a mai témánk is ilyen. Azt az érzést akarom valamilyen módon, annak a hátterét megvilágítani, és a teendőket, amit nagyon sokan érezhetünk. Tehát, hogy a évtizedek óta talán, aki fiatalabb, az ugye nem annyira, de azt érezzük, látjuk, hogy a világ egyre rosszabb. Tehát nem javul, mindent kitalálunk, felfedezünk, hihetetlen lehetőségeink lennének, és mégis egyre több a pszichoszomatikus betegség, egyre több a pszichiátriai, pszichológiai probléma, egyre több a boldogtalanság, a kiégés, a feszültség, és most már a politikai és gazdasági élet is egyre jobban úgy romlik le, hogy a saját politikusaink és a saját, ugye Európai Unióról beszélek, a döntéseik miatt, mert egyébként nem lenne oka elromolni dolgoknak, és látjuk, hogy egyre rosszabb a helyzet. Ez csak a nyugati világban van így. Nehogy azt higgyük, hogy az egész világon így van. Ázsiai országban köszönik szépen, mennek előre, ahogy csak bírnak. Az afrikaiak úgy, ahogy tudnak, fejlődgetnek, ahogy bírnak ők is, ugye Dél-Amerikában mindenkinek megvan a maga problémája, de speciál azzal, hogy akár jó is lehetne, és saját maguk úgy csinálják, hogy ne legyen jó, ezzel csak mi küzdünk. És látjuk, hogy megy tönkre, és úgy érezzük, ezt a tehetetlenség érzésről akarok beszélni, hogy aki nézi, azt látja, hogy itt van, és a kezünk közül kifolyik, mint a homok, mint a víz, és nem tudjuk megfogni, és végignézzük, hogy ez elromlik. Holott mindenki tenni akar. És hogy miért nem teszünk? Erről akarok beszélni, és mi akár teszünk is, de hogy hogyan bírjuk rá a többieket ugyanerre a megerősödésre, amiről most beszélni fogok. A legnagyobb problémát két dolog okozza. Ugye a mi vesztünket, mint társadalom, úgy értem, és mint embertömeg, és a barátainkra, és az ismerőseinkre, és gondoljunk meg a kollégáinkra, hogy két hatás alatt állunk. Az egyik a félelem, és a másik a kényelem. Tehát ez a kettő dolog teszi tönkre az életünket, a félelem és a kényelem. Most a félelemről ugye nem akarok beszélni ebben a videóban, de érezzük, hogy mindenhol a zöld ügyben tönkre fog menni a bolygó, költsd el a pénzed, ilyen beruházás, olyan, de legyél jobb ember, a kormányodnak is engedd meg, hogy ő is költse el a pénzt, de állandóan egy ilyen félelem, a a járvány, most majdnem kimondtam, hogy milyen, de tök mindegy, mert jönnek az újak, ugye van, a WHO azt mondja, hogy jön az új járvány. Nem azt mondja, hogy lehetséges, hogy jön egy új járvány, és arra kell felkészülni, hogy jön az új járvány, arra kell felkészülni. Az összes ugye gazdasági kérdésben a háborúk, ugye folyamatosan megy a félelemkeltés. Erről is beszélek sokszor, hogy ne féljünk, de ezt csak úgy lehet megcsinálni, hogy elvonatkoztatsz ettől, mert ez ugye nincs konkrétan itt, hanem a jobb emberré válás a másodikkal van összefüggésben az, hogy hogyan ne féljünk is a kényelemmel. Ugye mit kell tenni ahhoz, de ezt az egész félelmet ezt ki kell üríteni. Tehát lesz, ami lesz. Úgyis sokan lesznek benne, rengeteg ember lesz olyan abban a helyzetben, majd megoldjuk. Tehát ez az egy dologot most itt elmondom, de sokat beszélek erről, lehet, hogy a következő videóban külön erről beszélek. A probléma a kényelemben áll. Az egyik legsúlyosabb kérdés ez, hogy a langyos élet és a jólét elpuhítja az embereket, és már-már azt érzem, hogy rengeteg ember nézi, nem csak az én csatornámat, hanem sok-sok más csatornát is, és a kényelem miatt rengetegen inkább csak szórakoztatják magukat ezekkel a kérdésekkel. Nem igazán akarnak olyanok lenni, nem igazán hozzák meg a saját életükbe az erőfeszítésre, hanem egyfajta szórakoztatásra vágynak, megnézik, izgulnak, hogy húristen, hogy lesz, mint lesz, meg hú, ezt is, meg mennyire igaza van, de utána mégiscsak egy kényelmes életet élünk. Mindenki a maga módján. Én tudom, hogy nem mindenki él akkora jólétbe, de azért a kényelem azért a nagyapáinkhoz képest, akik reggel föl kellett keljenek, és akármilyen hideg volt, ki kellett nekik menni, és estig nem jöttek be javarészt, ugye, tehát nagyon keveset, és ugye egy ruhájuk volt, vagy kettő, és azt hurcolták egész életükbe, és megfoltozták, és ebbe dolgoztak bármilyen körülmények között. Ahhoz képest bárki hihetetlen kényelemben van, mert mindenkinek van óriási nagy tévéje, hol a Netflixet nézheti, mindenkinek van telefonja, akármi, az utolsó koldusnak is van már mobiltelefonja, amin egész nap pöckölgetheti, mert az internetet, ugye ezeknek az árát csökkentik, hogy hozzáférjünk, kényelmes, langyos életünk legyen. És ez elpuhít, elkábít, hogy ne akarj, hogy ne szállj szembe, ne tegyél föl igazi kérdéseket. Felteszel kérdéseket, akkor esetleg még a mi videóink is arról szólnak, hogy téged leszedáljanak, hogy igen, harcolnak, biztos benne a többiek is mind harcolnak, de te harcolsz, ugye, vagy ki harcol, vagy mit csináljunk, majd elmondom, mit kéne csinálni, de nagyon érdekes jelenség ez. És hogy mekkora különbséget hozott önmagába például a kommunizmus, ugye, nek a különbségei. Tehát én ugye az Erdélyben a Ceausescu diktatúrában nőttem fel, az hihetetlen kemény diktatúra volt. Tehát azoknak mondom, akik nem láttak olyan diktatúrát, ahol megszólalni nem volt szabad, mert bárki, úgy minden második, itt is besúgó volt minden második ember Magyarországon, de vagy minden 5-ből 4, de hát nem éppen, de mondjuk sokan, de ott aztán végképp nem tudtad, de ott óriási következményei voltak. Ott nem olyan volt, hogy dűlt a dossziét, hanem a legkisebb embernek a legkisebb elszólása is, hogy föltett egy kormánykritikus, mint a megjegyzése volt, vagy olyan nótát énekelt, vagy magyarul megszólalt olyan helyen, ahol nem szabadott volna magyarul beszélni. Azt elvitték és eltűnt, és vitték őket munkatáborokba, az én időmben munkatáborokba vitték, és ott meghaltak, és soha többé nem kerültek elő, be se jelentették a családnak. Tehát hihetetlen durva, én gyerekként tudtuk, hogy minden ilyen kiszes, kommunista, nem tudom, felvonuláson, szavazáson, demokratikusan meg kellett szavazni a fegyverkezés költségek csökkentésén, de hogyha nem emelted volna föl esetleg a kezedet, akkor tudtad, hogy apád, anyádat elviszik, plusz ha te felnősz, és ha hadseregbe ugye besoroznak, akkor ott aztán rettenet kívül külön meg volt a listája annak, hogy kiket visznek olyan ugye kiképző helyre, ahol aztán vért iszadsz, mert hogy te renitens voltál akkor. Tehát mindenféle generációt hihetetlen sakba tudtak tartani. És ez ugye Magyarországon nem ez volt, hanem itt a gulyás kommunizmus, a legvidámabb barak, mindig volt étel, mindig volt televízió nálunk. 2 óra tévé volt esténként, azt hiszem, ha jól nem hiszem, 8-tól 10-ig, vagy 8-tól 11-ig, tehát egész nap nem volt tévéadás, nem volt meleg víz, tehát az úgy volt, hogy reggel azt hiszem volt 1 óra, egész nap nem volt víz a panel lakásokban, a városban, tehát reggel volt, amikor fogatmostál, mosogattál, nem tudom, mit csináltál, és utána este, csak hideg volt reggel, és este adtak meleg vizet, ezt úgy mondták, aztán az is olyan 8-tól vagy 7-től 9-ig volt 2 órán keresztül meleg víz, amikor le tudtál zuhanyozni, tudtál ezt azt csinálni, és napközben hiába tekergettel a csapatot, nem volt semmi, elvették a villanyt, télen főleg este mondjuk már biztos sötét legyen mondjuk 6-tól 8-ig, korom sötét egy egész városban, úgyhogy egy mindenki gyertya mellett, tehát is petróleum lámpa mellett tanultunk mi a 20. század végén, ugye, tehát csak azért mondom, hogy poénkodtunk mi is, meg viccelődtünk gyerekként, hogy kimentünk és a lépcsőházba, ahol laktunk, ugye mindenkinek a csengőjét egy ilyen gyufaszállal beszorítottuk ilyen csengő állapotba, és amikor visszaadták a villanyt, akkor mindenkinek csöngettek, és szaladtak ki az emberek, hogy kijött hozzájuk ilyen hirtelen, ahogy megjött az áram, és akkor nagyon vicces gyerekkorunk volt. Tehát ilyeneket tudtunk csinálni, de azért összességében nagyon kemény volt. De itt nem, itt volt mindig meleg víz, itt volt mindig a boltban étel, itt volt Coca-Cola, Pepsi-Cola, nem tudom. És ez a különbség is sokkal-sokkal elpuhultabb, ugye nemzedékeket hozott létre, és most mindenhol megadják ezt a puhaságot. Ott is, tehát az erdélyi ugye, keménység is hihetetlen sebességgel ugye, omlik össze. Tehát olyan mértékű a romlás, amit elképzelhetetlen. Tehát a romlás nagyon gyorsan jön, és ugyanez a félelem és a kényelem, és ugyanolyan indokok alapján esnek szét a családok, hagyják el a nők és a férfiak a gyerekeiket és a társaikat, ugyanolyan alapon ugye, nem segítenek egymásnak, ugyanolyan alapon esnek szét a barátságok, tehát tudjuk, miről beszélünk. Mert most általánossá tették ezt a kényelmet, pontosan azért, hogy mindenkit egyfajta bevonjanak abba, hogy ameddig nem fáj, addig nem teszel semmit. És itt van a tudatosságnak a problémája. Mielőtt belevágnánk a tudatosság problémájába, még egy dolgot muszáj megemlítenem ezzel kapcsolatban, mert ahogy vezetnek, tehát a kényelemmel leszedálva elkezdenek vezetni valamilyen irányba, hogy te hidd el a világról azt, amit ők neked mondanak. Na most azért lehet ilyen nagyon-nagyon sok emberrel elhitetni dolgokat, például, hogy a férfinő ügyben mi volt több ezer évig, hogyan nyomták el a férfiakat, nőket, és hogy mekkora kiszolgáltatottságot és mekkora áldozatiságot az összes nő, az összes férfi áldozata volt. Beszéltem korábban egy videóban erről, hogy mennyire mesterségesen generált, de az összes a kultúránk rossz, a kereszténység az kizárólag csak a rossz dolgokból állt, akkor a hagyományokat azt egyáltalán nem lehet használni, az öregektől nem lehet semmit se tanulni. Azért lehetséges, hogy egyre nagyobb tömegek hiszik ezt el, mert a természettől elvont, tehát a természetes élettől elvont városba hozott tömeg olyan mértékűleg nincs kapcsolatban már sem a régi életformával, sem az, hogy valójában hogy működtek a dolgok. Már néhány generáció óta teljesen elszeparálják ettől, hogy csak a mesterséges információnak hisznek. Tehát annak hisznek, amit mondanak nekik, hogy hogy volt, mivel ők se nem tapasztalták meg, már nem is olvasnak az emberek. Ugye, hát hogyha valaki elolvasná mondjuk a régi irodalmat, hogy milyen költeményeket írtak, és hogy felelhető-e a több száz évvel ezelőtti magyar költészetből és irodalomból az, hogy elnyomták volna a nőket, vagy hogy a nőkről hogyan beszélnek, vagy hogy a nőkről mit írnak, vagy a nők erejéről, a szépségéről, a szerelmes, hogy hány katonát hozott haza az, hogy elvitte ugye a jegyesének, vagy azt hitte, hogy a jegyese a barátnőjének a fotóját, és az amiatt jött vissza a lövészárokból. Hihetetlen ezek a férfinő vonzás és tisztelet, és az ahogy hazajöttek, és ahogy azok mindenkit azelőtt ugye háborúban meghurcolt katonaemberek hogyan viszonyultak, milyen szeretettel tudtak viszonyulni, mindenki. Millió irodalma van ennek, ugye, amiből sehol nem jön. Vannak viccek, tehát vízgyűjtemények vannak a 300 évvel ezelőttről. Arról, hogy a nők hogyan jártak túl a férfiak eszén, arról, hogy a nők hogyan ugye, diktáltak otthon, és a férfiaknak otthon nem volt szavuk, meg ezek tele vagyunk ilyen könyvekkel. De ezeket se olvassuk már, hanem egyszerűen csak azt, amit mondanak nekünk a nagyvárosi, belvárosi szociológusok, akik ők maguk is úgy olvasták amerikai könyvekből, amit mesterségesen csináltak, és utána erre való hivatkozással újabb és újabb kutatások, és aztán arra való hivatkozással újabb és újabb habosító kutatások vannak. Ezek mind-mind mesterségesen generált ugye, ellentétek, amit azért hiszünk el, mert fogalmunk sincs, nem beszéltünk sem, nem láttunk ilyet, és ezért elkezdjük ezt elhinni. Tehát nagyon fontos, hogy a városi elhűlés ellen Egyszerűen ki kell nyitni a szemünket, és el kell tudni olvasni legalább azokat a dolgokat, amiket régebben írtak, hogy saját képünk alakuljon ki. Beszélni kell az öregekkel, hogy ez hogy volt. Rengeteg helyen lehet, de úgy ez már, a tájékozódás már energiát igényelne a mi részünkről. És a kényelem, ugye, az nagy úr. Tehát ameddig én le vagyok terhelve a munkahelyemen, vagy az iskolában ilyen hihetetlen terhelés van, addig az iskolai vagy a munkahelyi terhelésen túl csak a kényelmet keresem, hogy éppen tudjam megnyalogatni a sebemet, hogy visszamegyek, és utána az alatt az idő alatt, ameddig nyalogatom a sebeimet, elhiszem azt, amit mondanak nekem, ami a saját kapcsolataim ellenében van, ami a gyermeknevelés ellenében van. Elhiszem, hogy úgy kell nevelni a gyereket, ahogy most mesterségesen kitalálják, és elhiszem, hogy minden régi gyermeknevelési módszer az kuka, az nem jó, az abszolút. Mindent elhiszünk, és utána csodálkozunk, hogy tönkre megy, de azért van, mert annyira elszakadtunk ettől, hogy magunknak kellene utána járni. Nagyon-nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy milyen út áll előttünk, mi lehet az egyedüli jó út ebben a helyzetben. Ebben a helyzetben az egyedüli jó kiút a tudatos, de a tudatosságot azért nem használom, mert az ezoterikusok nagyon-nagyon elcsépelték, tudatos, másodjuk mi az, szándékosan, akarattal végzett önfejlesztés. Tehát egyszerűen nincs, ami fejlesszen, nincs, ami téged ugye sarkaljon, mert kényelmen ki van bélelve az a pihenőidő, és a többi meg ugye a mókuskerékbe be vagy állítva. Szándékosan, akarattal tudsz képbe kerülni, jobb ember lenni, megerősödni, ezekbe az értékek, amit most csinálsz, az már egy hihetetlen, nagyon-nagyon fontos lépés, ami kiemel ebből a nagy tömegből, akik ott zombi módjára behunyt szemmel mennek előre. Tehát nem köszönöm nektek, mert mégis örülök, hogy itt vagyunk együtt, inkább ezt mondom, mert remélem magadért teszed. Kerestem olyan példát, hogy kik voltak, volna olyan példa előttünk, erről szoktam néha beszélni, akik ilyen mesterséges úton tudnak csak megerősödni. Tehát nekünk az, hogy akarattal, szándékosan tudunk megerősödni, az azt jelenti, hogy nincs természetes útja, ami szellemi, például az igazsághoz való hozzáférésnek sincs természetes útja, és az erkölcsi, jellembéli megerősödésünknek sincs természetes útja, mert nem vagyunk olyan helyzetekben, hogy becsületesnek kell, semmilyen helyzet nincsen előttünk, alig-alig van. Mesterséges utat kell, a szándékos, akarattal végzett megerősödés, az egy mesterséges út. És hogy volt-e erre példa, és igen, volt rá példa a történelemben, a nemesi családjaink addig voltak sikeresek, ameddig az ő gyerekeiket ilyen mesterséges módon meg tudták erősíteni, mert az ő gyerekeiknek nem kellett fölkelni reggel, kihordani a trágyát, és enni adni a disznónak, és nem tudom, volt, aki azt megcsinálja. Elpuhulásnak lett volna meg a meleg ágya, de hogy ne puhuljanak el, ezért ők a legkeményebb nevelőket hozták, a legkeményebb családi alkotmányokat fogadták el, legkeményebb módon tartották be ezek az apák és anyák azokat a szabályokat, amiket lefektettek, hogy azokon a szabályokon belül és azokon a szabályokon keresztül meg tudjanak erősödni a következő nemzedéknek az egyedei, és utána azok is azt alkalmazták, hogy azok is meg tudjanak erősödni, mert tudták, hogy csak a mesterséges út van arra, hogy megerősödjünk. És bizony, ma az a nagy problémánk, hogy akkor egy tízezreléke, de sokkal kevesebb volt mondjuk ilyen helyzetben, hogy mesterségesen kellett megerősödni, a többit megerősítette az élet maga, mert muszáj volt fát vágni, muszáj volt a disznót menni adni, muszáj volt ugye az összes munkát elvégezni, meg kellett erősödni, de megerősítette az élet, de ma a város ezt nagyon nem kéri ezt számon rajta, tehát ma ez nincsen természetes útja, de hogy egy tízezreléke olyan okos tudott lenni, és olyan erős, hogy ezt végre tudta hajtani, ezt a mesterséges megerősödést, az rendben van. Ott is aztán megcsúsztak, mert az x-edik nemzedék ezt elengedte, és ki is pusztultak ezek a családok, vagy nagyon elgyengültek, vagy ismerjük ennek a történetét. De hogy most a 99,99%-a az embereknek, akik a városiasodás elpuhultságába, a félelem és a kényelem korszakába, mindenki, úgy mondhatnánk, ugyanerre az útra lett kényszerítve, hogy vagy akarja, hogy megerősödjön, és kényszeríti magát, hogy lépéseket tegyen, vagy nem fog megerősödni. Tehát a probléma abban áll, hogy túl nagy az aránya azoknak az embereknek, túl sokan vagyunk, úgy mondhatnám, mindenki ugyanabba került, mint régen a nemesek, akiknek több eszük volt, akinek több lehetőségük volt. Ma amennyi esze van, kinek mennyi, amennyi lehetőség, kinek mennyi, viszont ha nem végzi ezt el, akkor vége van, mint a botnak. Mi csak mesterséges úton tudjuk megtartani bármit. Most úgy képzeld el, hogy csak mesterséges úton tudod megtartani mondjuk az izomzatodat. Mert egyébként nincs szükséged a mozgásra. Ha nagyapámnak tényleg elmondtam volna, hogy lesz egy olyan világ, nagyapa, hogy egy ilyen gumiszőnyeget teker egy ilyen motor, és akkor azon egy helybe fognak futni emberek. Azt mondta volna, fiam, ne haragudj, hát egész nap kint vagyunk, szántunk, vetünk, olyan egy helybe, egy gumiszőnyegen? Az hülyeség, az biztos nem lesz. Ezt mondta volna az csak az én nagyapám, akivel én találkoztam. Sőt, az én apám, ugye, ilyen csodálkozva nézte végig ezt az egészet, és nem az a baj, hogy van ilyen, sőt, ugye ez egy őrület az ő szemszögükből. Ha még durvább a helyzet, hogyha nem állsz rá a gumiszőnyegre, és nem futsz egy helyben, akkor meg fogsz pusztulni. Nem tudod megtartani az egészségedet. Nem az, hogy mekkora hülyeség az a gumiszőnyegen futás, hanem annyira nem kényszerít semmire az élet, hogy ha te magadat nem kényszeríted arra, hogy mesterséges módon az izomzatodat megtartsd, az egészségedet, a kardió, a szív működésedet fenntartsd, akkor nem fogja fenntartani semmi. Hogyha, most gondolj bele, hogy régebben nem tudtak egész nap enni, tehát azért az ember mindenevő, valóban nem ettek ennyi húst, de azért, mert nem volt. És ettek kétszer, ettek húst egy héten, mint tudom én, szerdán és vasárnap, vagy csütörtök vasárnap. Akkor is inkább levágtak egy tyúkot, csókolom, tehát ez volt az igaz, és akkor disznót vágtak néha, abból azt elosztották egész évre, és azt ilyen fűszerként megették, kivétel a szalonna, ami ugye az energiának nagyon fontos része volt, a zsír, vagy hogy az ember energiát kapjon a rengeteg fizikai munkához, és nagyon érdekes, hogy sok zöldséget, de annak a munkába be kellett osztani, mikor esznek. Ma nem így van, ma egész nap ehetsz. És egész nap húst is ehetsz, egész nap csokit is ehetsz, csokoládé. Hát nem tudták, hogy mi az. Cukor, fogalmuk se volt. De ma cukor van, kristálycukor, de ma süti hátán mész. Én úgy szoktam mondani, hogy szénhidrát állomásokból áll az egész városa. Mész végig, mindenhol tele van, finomabbnál finomabb illatok jönnek, és mindegyik ilyen pufi, olyan pufi, mind csak péksütemény az összes. Ezek mind-mind nem léteztek. Az összes cukrászda cukrokkal egész nap ehetjük. Csak szándékosan és akarattal tudom lekorlátozni, hogy mennyit eszek, hogy megálljak is, hogy ne egyek. Látjuk, hogy miért van annyi elhízott ember. Azért, mert ma mindenkinek lehetősége van, hogy azt csinálja, amit a nemesek csináltak. Hogy nekik aztán volt lehetőségük, mert megengedhették maguknak. Ők nagyon keményen kellett megállt parancsoljanak. Na most mindenkinek megállt kell parancsolni, értjük, hogy miért olyan nehéz ez. Kik lesznek azok, mi kell legyünk azok, akik mi... Értsük meg ezt a jelenséget, hogy nincs más út. A történelem folyamán soha nem volt más út, de ma annyira jó nekünk, és annyira nagy ez a kényelem, hogy csak szándékosan akarattal lehet. Szándékosan akarattal lehet a józan eszünket megtartani, hogy kezdjünk el körül tornáztatni, és gondolkozni, és olyan emberekkel beszélgetni, és látni, akarni. Egyáltalán a gondolkodás képességet megtartani, az értelmezés képességét megtartani, mert egyébként konzumidióták leszünk, akik bármit megeszünk, amit adnak nekünk, szellemi tápláléként is elmondják, hogy milyen volt a régi idő, mindenki milyen szörnyen élt, mindentől el kell felejteni, most az az új dolgot, amit ők mondanak, azt kell szépen megtanulni, vissza kell mondani, hogy de jó, de szép minden, mert nem gondolkozunk, mert nincsen amihez viszonyítani, ezt csak akarattal lehet megtartani. Értjük ezt? Azzal, hogy olvasni kezdek, azzal, hogy emberekkel beszélgetek, azzal, hogy nem adom fel a gondolkodás képességét, mert a kényelem lesz az, ami miatt ezt megtesszük. Mi pihenni akarunk, ugyanebben a kategóriában tartozik. Nem akarok negatív információkat hallani, csak pozitívat. Ugyanebben az tartozik ez is, hogy ez a csatorna ugye lassabban növekedik, ezért különösen hihetetlen erős ez a közösség, mert itt a szembesülés, itt a belső énünknek az építése zajlik. Ki akar ma ezzel foglalkozni? Inkább nézzünk egy stand-upot, inkább nézzünk háborús híreket, amik beleborzonganak, de hát ha megmondják, hogy mit kell csinálni, ezt sem mondtam meg, hogy mit kell csinálni, csak mondja magáért, de nem mondja, hogy mit kell csinálni. Én is, amikor a látásmódbeli dolgokról, Azt hiszik az emberek, hogy most akkor végén azt mondom, hogy figyelj ide, és akkor fölállsz, és minden nap kétszer legugolsz, de nem háromszor, az sok, kétszer elég, ha legugolsz, és már kész, megvan oldva. Nem így lesz. Hanem az embert kell újraépíteni. És azok az emberek fognak majd jó döntéseket tudni hozni, és összefogni, és a csomó, a tömegek, azok sajnos el fognak veszni, és zombik fognak maradni. Nem tudunk velük mit kezdeni. Az egész változás, hogy meg tudjuk tenni, mert ugye most azt ígértem, hogy arról beszélünk, hogy mit kell tenni, ugye az nagyon fontos pszichológiai dologra épül, ugye, hogy nem a tudás a hatalom, mert a tudni valamit, az semmi. Tudod, és akkor mi van? Hanem a cselekvés a hatalom, mert a cselekvéssel változtatod meg a saját életedet, a többiekét. És cselekedni csak akarattal lehet. Tehát, hogy te eldöntöd, hogy változtatsz, eldöntöd, hogy lépéseket teszel a gyereked nevelésébe, és lekorlátozod, hogy kiviszed, hogy elmagyarázod, eldöntöd, hogy megharcolsz különféle dolgokért. Szépen a harcnak nem csak olyan, hogy levered, mint vakapoharat, hanem álhatatossággal kiállsz valamilyen értékrend mellett. Minden nap meg kell harcolnom a gyerekeimmel azért, hogy most például az egyik téma, hogy nekünk ilyen régi, van egy nagy tévénk, de nem is nézzük úgyse, de ez egy régi, nem tudom, 15 éves ilyen bazi nagy izé, de nem okos. És ők nem tudják, a telefonjuk is le van korlátozva, és okos tévé kéne, hogy ott ne legyen, ugye, főleg ha nem vagyunk otthon. De azt már nyakló nélkül lehetne nézni, és hát újra meg újra meg kell harcolni, ami azt jelenti, hogy nagyon türelmesen, nagyon hosszadalmasan elmagyarázzuk és megbeszéljük, hogy mikor használnánk, miért nem jó, miért értelmetlen, ugye, és a magának az egésznek a konstrukcióját, hogy valójában a logikájára is hatunk, hogy a gyerek maga is rá, hogy hát végülis igaza van, csak vágyok rá, de igaza van, és újra meg újra, hogy értem a vágyat, de nekem tudnom kell azt, hogy jól döntök akkor, amikor ezt nem engedem rá még a gyerekemre. Az ő vágyai ellenére sem is, nem az a lényeg, erről is csináltam videót, hogy vajon a gyereknek szeretnie kell-e éppen akkor, amikor nevelés alatt áll, ahogy mi neveljük, vagy pedig később kell neki szeretni. Tehát 15 éves korában utálja, amikor neveled, de 25 éves korában megköszöni majd. De akkor köszöni meg, ha jól csináltad 15 éves korában. 15 éves korában ő neki kiszolgálod mindenét, akkor 25 éves korában azt fogja mondani, hogy miattad rontotta el az életét. Te vagy a hibás, mert te kellett volna megvéd, mert neki nem volt elég eszed, de neked hol volt az eszed, ezt így szemre fogja neked hányni. Na, tehát az a lényeg, hogy a cselekvés az egyedüli, ami csak akarattal lehet, ami megváltoztatja ezt az egészet. Tehát az egész videó arról szólt, hogy vissza kell vennünk mindent, ami a miénk. A gondolkodás képességünkkel, az értelmezés képességünkkel, a régi dolgokból is a mai alkalmazhatókat, erről szól az egész csatorna, újra meg kell ragadnunk, és a kényelemből, akarattal, szándékosan, cselekvő akarattal ki kell lépni. És el kell kezdeni a megerősödés útjára lépni. Bármilyen más döntéssel, más cselekvéssel, másfajta ugye, kitartással, és azzal, hogy szembenézünk ezekkel a dolgokkal, és hogy lekorlátozzuk azt, hogy mennyit nem mozgunk, ugye ilyen értelemben is mennyit mozgunk, lekorlátozzuk azt, hogy mennyit nem eszünk és mit eszünk, lekorlátozzuk azt, hogy milyen információkat fogyasztunk és miért nem, és ugyanúgy meghatározzuk azt, hogy kivel beszélünk és kivel nem, és milyen csatornát nézünk és mit nem, mivel töltünk időt és mivel nem. Ez az egyedüli lehetőség, hogy kilépünk szándékosan akarattal a kényelmi zónából, és mi leszünk akkor azok, akikre a többiek is számíthatnak, ha bár sokaknak ez kevéssé érdekes, mi leszünk azok, akik legalább a saját életünket kormányozni tudjuk, és ehhez kell a nyitott szem, ami persze nem jó, hogy annyi mindent látunk a világban. Nem jó. De azért mégiscsak ugye valakinek ezt tenni kell, hogy látom, hogy mi van, és úgy tudok dönteni. Van ebben érdekesség azért. Tehát én szeretem csinálni, hogy, és nem félsz akkor. Tudod, hogy még egyszer mondom, sokan kerülünk ugyanabba a szituációba, akármi is lesz, bármi lesz, tehát azért nem mondok semmit. De mi, akik látunk ebben, és mi, akik erősebbek vagyunk, kitartóbbak vagyunk, terhelhetőbbek vagyunk, tudatosabbak vagyunk, szándékosan akarattal tudunk csinálni dolgokat, vezetni tudjuk az életünket, azok majd a saját ügyünket, a szeretteink ügyét, és kifele aztán a többiek ügyét, ameddig bírjuk, addig tudunk terjeszkedni, nem tovább, csak előre fogjuk tudni mozdítani. És úgy fogunk majd meghalni, hogy a mi életünknek volt értelme, és az egész ugye mindig ez a lényeg, hogy legyen a miért ezt az áldozatot meghozni. Tehát ma egy kicsit arról szerettem volna beszélni, hogy a félelem, ami egy külön téma, és az kényelem hogyan nehezíti meg az életünk, és a kényelemből ki kell lépni azoknak, akik előbbre akarnak lépni. Remélem, hogy ez egy felismerés volt, és egy pici motivációt is adtam így ebben az időszakban, amikor mégiscsak a jövőn is gondolkodunk mindig, hogy vajon milyen lesz a jövő. Én szerintem a cselekvésben van mindig a szebb jövő és a sok-sok gyümölcs, amit teremhet, és a kényelemben van a sok-sok önvád, veszteség és minden, amit nem csináltál meg, az ugye vissza szokott ütni. Úgyhogy mi legyünk azok, akik ezt megcsináljuk. Hajrá együtt!